Farkas Norbert vagyok, 27 éves, jelenleg Nyíregyházán élek, szociális munkásként dolgozom, telepi körülmények között, olyan családokkal, akik nehéz körülmények között élnek. Azért választottam ezt a területet, mert személyes érintettségem van benne. 4 hónapos korom óta állami gondoskodásban nőttem fel. Először csecsemő otthonban, aztán pedig gyermekotthonban, és végül pedig lakásotthonban. Ez az egész, ez 25 évet ölel fel. Hát tulajdonképpen áthatta az életemet ez a rendszer. Én először egy szegregált iskolában kezdtem meg a tanulmányaimat. Én nagyon sok esetben egyébként unatkoztam ezeken az órákon, mert minden órán ugyanazokat vettük. Átkerültem egy másik szegregált intézménybe, és felismerte az osztályfőnököm, hogy nekem normál iskolába kell mennem, ahol integratív körülmények között tanulhatok. Úgy végeztem el a 8. osztályt, hogy én lettem az év tanulója. Valószínű, hogyha nem kerültem volna át normál iskolába, akkor valószínű, hogy most nem az ELTÉ-re járnék. Amikor 18 éves lettem, akkor az utógondozóm az addig felhalmozott családi pótlékomat eltulajdonította. Ez 1,3 millió forintot jelentett. Ez tulajdonképpen az életkezdésemet támogatta volna. Ezért én feljelentést tettem, és bíróság útján be is bizonyítottam az igazam. Egy nemzetközi szervezet ösztöndíjasaként sikerült eljutnom New Yorkba, ahol egy előadást tartottam arról, hogy Magyarországon milyen helyzetben vannak a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek. Amikor megkaptam az értesítést, hogy jelöltek a szabad díjra, akkor egyrészt nagyon örültem. Számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott lettem a jelöltek között, és az, hogy végül megnyertem ezt a közönségdíjat. Ma Magyarországon szükség van olyan emberekre, akik tesznek azért, hogy egy szabadabb, egy igazságosabb és egy szolidárisabb társadalomban éljünk. Vannak azok a hétköznapi hősök, akiket nem látunk, és azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy őket is megmutassuk.